Együttesünk ugye közel két esztendeig legalábbis hát önálló koncert szempontjából néma volt, de hát gondolom ez érthető a már említett szomorú eseményeket követően. Ahogy már elmondtam egyszer, a kérdéses volt, hogy egyáltalán nem csak tudjuk-e folytatni a kvartett működését, de egyáltalán akarjuk-e folytatni. Egy idő múlva azonban hát úgy gondoltuk, hogy a együttes hagyományát, sőt, Radnai Tibor emlékét is akkor őrizzük meg legjobban, ha fennmarad a kvartett. Ez Soponyai József révén sikerült is, de értelemszerű az is, hogy kellett egy idő, amíg, hogy úgy mondjam, összejátsszuk magunkat, ugye, és egymásra tudunk annyira találni, hogy ez már alkalmas legyen a pódiumra lépéshez is. Hajtandó terv a második lemezfölvétel, amely úgy néz ki, hogy jövő héten realizálódik Török Bálinton a Hungaroton stúdiójában. Két évvel ezelőtt is ott készült az első lemez. Ez egy egészen kemény fizikai munkának is fog számítani túl a zenei koncentráció, mert a fölvételek általában éjjel készülnek, és két vagy három napon keresztül ott fogunk játszani és fölvételezni. Mi továbbiak is amatőrökünk természetesen, az biztos, hogy a sok muzsika, sok együtt muzsikálás, és különösen a polondra lépések, a nyilvánosság előtti lépések, fellépések, azok feltétlenül javítják a színvonalat. Beilleszkedni a zenekarban. Természetesen a zenekar stílusát megpróbáltam elsősorban átvenni és alkalmazkodva beilleszkedni a zenekarba. Már a dob jelegén fogva is kísérő hangszert, tehát egyértelműen alárendelő szereppel, kísérő szereppel próbáltam hozzájárulni a kvartett munkájához. De úgy gondolom, hogy azért nem kellett feladnom saját egyéni stílusomat sem, tehát valamelyest a zenekar is formálódott irányomba, és én úgy gondolom, hogy ebből valami jó alakult ki, illetve remélhetőleg alakul ki. A barátság természetszerűleg legalább olyan szoros, mint kezdetben, ha nem szorosabb, hiszen ez elképzelhetetlen, hogy egy amatőr muzsikát barátság nélkül lehessen csinálni,